annyira megdöbbentem, hogy a kecskeméti eladás ebbe bekerül. Tehát a kortárs dráma fesztivál, én azt gondoltam, biztos ilyen kortárs daraboknak kell lenni, amit ma írtak, 12 perce, mert akkor az biztos a szörnyen a mai valóságról szól. És mi az? Tehát, hogy attól, hogy káromkodnak, vagy attól, hogy éppen most mai, nem tudom, cuccba vannak, vagy szóval mitől kortárs? Én arról beszélek, hogy az, hogy színészként 2014-ben egy 30 éves színésznő, hogy fogalmaz meg egy 55 éves morfinista nőt, hogy arra színészileg milyen eszközöket talál, hogy a két fia gyakorlatilag egyidős vele azok a színészek, és mégis hogy tudja elhitetni valamit. Magamat tartom bizonytalanságban azzal, hogy magamban beszélek, és nem jutok el oda, hogy magammal egyezzek meg. Mire hasonlítasz az apádra? Drámai bolhából csinálsz tragikus elefántot. Ha most egy kicsit is belemennék, rögtön lemennél a pincébe, és fölvágnád az elejét. Az emberek belehalnak, a saját fatemon. Az apám hogy jön ide? Az TBC-s volt, ezt nem lehet veled összehasonlítani. Annyira utálom, amikor morbid vagy. És megtiltom, hogy az apám haláláról emlékeztet hallasz-e? Halla! Nekem egy drogfüggő jutott anyának. A korom előtt járok. Szerintem. Igen. Hát, hogy ez, amit most mi csinálunk, az majd később, majd másoknál lesz jó. Most a kibeszélő politikai színház, az egy trend, az improvizatív színház egy trend, a nem tudom mi egy trend, mindig van egy ilyen kis divat. László! Kérdezhet-e? Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy ha az hova kéne rakni a falat, legyesnek-e legyen a falatnak, amikor nem van a tányér, és felhúzzátok a lövéshez. Most itt a 2000 fős Erkel Színház nézőterén ülünk, ez szép nagy. És itt Weber, német romantikus zeneszerző, Bűvös vadász című operáját, ami a németeknek egy kult darab. Itt 32 vagy 38 óta nem volt. Elhívnak, hogy hát akkor elhívnának dolgozni, és akkor mondom, hogy és most már résen vagyok, megkérdezem, hogy nagyon köszönöm, nagyon örülök, és akkor hát hova, ugye nagy színpad vagy stúdió? És akkor csak kibukik a második mondatra. Hát a stúdió, hát értsd meg, mi a TAO-ból élünk. Az a színház, ami nem kap elég finanszírozást, annak pokolian kell küzdeni a teltházért minden nap. Természetesen, hogy én is arra vágyom, hogy teltházzal nézzük az előadást, és minden józan épkézláv ember, de egy idő után ez rettenetes gátjává lesz mindennek. Valahol itt azt hiszem, hogy a sztori a lényeg Magyarországon. És hogyha nem tudod jól elmesélni a sztorit, röviden, pörgősen, akkor vesztettél. Nem lehet egyik nap epertortát feltállalni, és a másik nap nem lehet, nem tudom, sárgarépa főzeléket, vagy ez nem megy össze. És a magyar színházak nagy része, úgy érzem, így csinálja a repertoárt. 10 évig Brecht darabokat csináltam folyamatosan. Dialektikus és a megfogalmazott darabok, tehát, hogy nem ez a jó meg rossz, szóval nem ilyen primitívek, mint ezek a álpolitikai jeladások számomra. És ez nem is hatol be a magyar nézők agyába. Olyan tanulatlan házi asszonyok tömegének készül a magyar színház 29-től 49-ig, és azt a kódrendszert próbálja áttolni, amit lehet nagyon-nagyon jól és magas színvonalon csinálni, nagyon sok jót láttam ebből, és akkor, amit ők abból megértenek, mint tévénézők, az nekik felkavaró vagy jó. De hogy az igazi bibi hol van, azt leginkább csak a Brecht darabok mondják el. Arra ezek nem tudhatnak rávilágítani, hanem vagy jó esetben megnevettetik az embereket, hogy megszabadítják őket a szörnyű nehéz életüktől, tehát a tapasztalataiktól, vagy pedig inkább kacsingatnak. Érted? Az nekem semmi újdonságot nem jelent, hogy valaki pöp-pöp-pöp szidja a kormányfőt, szóval aha, jó, igen, védettem a forradalmat, én a gesztusok forradalmába látom, a nyelv forradalmába látom,
térforradalmában látom, a képforradalmában, nekem az jelenti olyat, hogy én politizálok, mert mást kép is szeretném bemutatni a világot. Én így értem ezt. És ezzel